We have seen the letter from Prime Minister Orban, and of course we will reply to it. President von der Leyen works closely with Vice President Jourova on the rule of law, and the Vice President has the President's full trust. Our concerns when it comes to the rule of law situation in Hungary are well known. This latest run-in between Viktor Orban and the Commission comes just a day before a new report is published into rule of law issues across Europe, which is expected to feature Hungary's media independence and political plurality pretty prominently. Úgy néz ki, hogy a vele folytatott tárgyalásokban nyilván Magyarország nem fog részt venni, hiszen még egyszer politikai állásfoglalást tett, erre nincsen mandátuma. Magyarország pedig nem egy politikailag elfogult alelnökkel is a bizottság egy tagjával szeretne tárgyalni, hanem egy olyan, illetve olyan emberekkel, olyan bizottsági tagokkal, akik tartják magukat ahhoz az alapvető mandátumhoz, a bizottság tagjaira nézve kötelező a szerződések által rögzített magatartáshoz, ami pártatlanságot és teljesen egyértelmű objektivitást vár el minden bizottsági szereplőtől.